Akad olyan nap, amikor nem tudjuk, mit vegyünk föl reggel, bár már napközben 32 fok van, délutánra akár egy monszunszerű eső is elérhet minket. A meteorológusok mégis azt mondják, hogy ez egy átlagos nyárnak mondható. Az elmúlt 90 napos hőmérsékleti anomália tökéletesen megfelel a sok évi átlagnak. A 33-35 fokos hőmérsékletek Magyarországon egyáltalán nem kiugróak, mondja a szakértő. Néhány nappal ezelőtt mérték az idei nyári hőmérsékleti maximumot. 36,7 fokos éves csúcs az nem igazán magas egyébként. Tehát az elmúlt években ennél az összes nyáron, legalább 5 évre visszamenőleg ennél magasabb éves maximumot regisztráltunk. Tehát az, hogy idén nyáron 33-34-35 fokok vannak, viszonylag sűrűn az igaz, azt nem tekintenénk semmiképpen sem kiugrónak. Az időjárás változások és a meleg rányomják a bélyegüket a mindennapokra. Nem csak a betegek érzik ennek súlyát, még az egészséges emberek számára is nehezebbek a kánikulai napok. Ugye ez az idei nyár az ilyen, hogy hirtelen 10-15 fokkal leesik a hőmérséklet. Olyankor is a furcsán tud reagálni a szervezetük, mindenféle görcsel járó állapotok fokozódhatnak, a epilepsziás betegek ilyenkor többször jelentkezik náluk roham. Simon doktor azt mondja, pihenéssel, kellő mennyiségű folyadék bevitelével és főleg az önmagunkra történő odafigyeléssel lehet a legtöbbet tenni a megelőzés és a nehezebb napok elviselése érdekében. És ami még nagyon fontos, teszi hozzá, hogy aki tudja, hogy a harmonikus állapot fenntartásához folyamatos gyógyszerszedésre van szüksége, azt ezekben a napokban különös gonddal kezelje.